Előbb kacsát építettek, majd robotikával folytatták a gyerekek a Nyíregyházi Egyetem új LEGO innováció stúdiójában. Az egyedi oktatási módszer a diákok játékos, élményszerű tanulásán túl új pedagógiai módszerek elsajátításában is segíti a pedagógusokat, valamint a felsőoktatási intézmény hallgatóit. A megnyíló stúdió eszközei a logika és a játék módszerére építve segítik majd az ismeretek, a szövegértés, a matematika és a robotika elsajátítását, a logikai készségek fejlesztését, a játék pedagógiai módszerek és a közös munka élményének megtapasztalását. A LEGO hosszú ideje meghatározó szereplője Nyíregyházának, most pedig Magyarországon elsőként itt hozott létre LEGO innovációs stúdiót. Kovács Ferenc kiemelte, ez a város és az egyetem szempontjából is nagy lehetőség a jövőre nézve. Mekkora lehetőség az egyetemnek a pedagógus képzésben, konkrétan ahhoz is, hogy nincs messze február, amikor jönnek majd a jelentkezési lapok, és nagyon remélem, hogy ez egy olyan esemény lesz, olyan tényező lesz a LEGO innovációs stúdió, amely ösztönzi majd a fiatalokat arra a Nyíregyházán és a megyében, hogy ide jelentkezzenek. A LEGO-n alapuló oktatás egy olyan közös platform, amely összeköti a diákot és a tanárt, a gyereket és a szülőt, fogalmazott a megyei közgyűlés elnöke az átadón. Sesták Oszkár kiemelte, az oktatás megújításában is nagy szerepet tölthet be az új stúdió és módszer. Kis lépés ez a oktatás ügyben, de mégis azt kell mondanom, hogy nagy jelentőségű, hiszen itt talán ez az első fecske ez abban a tartalmi megújításban, ami az oktatás előtt áll a következő években, évtizedekben, hiszen mindannyian sokat beszélünk élménypedagógiáról, tapasztalati tudásról, különösképpen szakemberek, de azt gondolom, hogy szülői tapasztalatunk is, hogy az a valódi tudás egy gyereknek, hogyha nem pusztán csak visszamondja a tananyagot, hanem alkalmazni is tudja, hogyha élményszerűen jut hozzá az ismeretekhez. A LEGO ez egy remek eszköz. A LEGO Education feltörekvő európai piacokért felelős vezetője örömét fejezte ki, hogy az ő módszerük úttörő példa lehet az oktatás megreformálásában. Biztos vagyok abban, hogy akik itt vannak, nagyon szenvedélyesen elkötelezettek az oktatás kérdésében. Abban is biztosak lehetünk, hogy szükség van új ötletekre és praktikákra, ilyen oktatási központokra, mint az Innováció Stúdió. Hiszen a külvilág folyamatosan változik, és a mi oktatási rendszerünknek is mindig új dolgokra van szüksége ehhez igazodva. Ebben az értelemben a Nyíregyházi Egyetem Magyarországon mutatja az utat, és a LEGO Education részéről mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a mi megoldásainkkal hozzájárulhatunk a magyar oktatás színvonalának a javításához. Fogalmazott Macej Findlik. A szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár szerint is folyamatos megújulásra van szükség az oktatásban. Pölöskei Gáborné úgy látja, a tartalmat és a formát mindig alakítani kell egymáshoz, és ennek megvalósítására jó példa a LEGO Innováció stúdiója. De gyakorlatilag a lehetősége, hogy végre a pedagógus képzés is úgy újuljon meg, hogy új módszertannal újuljon meg, olyan készségképesség fejlesztések történjenek, amelyek elengedhetetlenek arra, hogy utána a középszintű oktatásra már legyen hova építkezni. Vagyis általános iskoláknál rettentően fontos, hogy a tanárok úgy kerüljenek ki, hogy már tudjanak ezekkel bánni. Ehhez módszertani segítség kell. Az ilyen helyek adják meg ezt a lehetőséget, hogy ezek a módszertani segítségek megtörténjenek. Így tud megújulni gyakorlatilag a tartalom és a forma, amely az iskolákat meg fogja újítani, és az oktatási környezettel együtt gyakorlatilag a képzést is meg tudja újítani. Az átadáson az is elhangzott, a cél, hogy a Nyíregyházi Egyetemen tanuló valamennyi tanító és tanárszakos hallgató a LEGO oktatási módszertan ismeretében kapjon diplomát.